Sziasztok! Valamit akasztottunk, de elég komolyat. Hoppá! És nem tudom megfordítani, megy a tuskóba bele. Szerintem amúgy fogtunk, ott van a tuskónak. Hú, nagyon húzza. Talán sikerült megfordítani. Ez nagyon amúrosan kap. Kitekerem a botot, míg bent van középen. Másikat. Kényelmesen. Na most jó helyem van. Első normális kapás máma, eddig csak törpék jöttek. Közben tiszta medárdos idő van, kis viharfelhők mennek jobbra-balra. Most is három felül dörög az ég. De gyönyörű szép minden, úgy kizöldelt az esőtől, hogy hihetetlen szép. Kis 500 forintos orsumra jött. De most jól működik a fékje. Bezsíroztam, megraktam alá egy kis kartonpapírt, kivágtam, aztán átítottam zsírra. Filclapot kéne, de az nem volt, úgyhogy ilyen kis kartonpapírt raktam. Gyönyörű szépen úszik. Nagyon húzza. Büdös kukoricára jött, úgyhogy gondolom, hogy amúgy lehet. Mindegy, ha el is megy, csak lássa meg, mi az. Amúr, az amúr, egy olyan 3 kilós amúr. Ezt megpróbáljuk a vízbe elengedni, mert az amúrok azok nem jó, ha kiveszi az ember. Tólúszomra jött. Kacsatól. Na most mind a két boton ilyen tólúszó van. Itt bogyó megizgó nagyon, teljesen be van. Hú, ez nem is olyan kicsi. Gyönyörű szép amúr. Lehet, hogy ezt lemérjük. Ez van, van 4 kilós is. Ez van, van 4 kilós. Szépen dolgozik. Ott is viharfelhő van. Bogyó teljesen be van stresszelve. Bogy ez. Fogtunk halat, bogyó. De ez nem ponty. Te a pontyot szereted. Elég vékony zsinóra jött. 18-asra. Még a Lidl-be vettem ezt a kék zsinort, tavaly előtt, de még teljesen puha. Még nem keményedett meg. Szépen dolgozik. 8-asba úszik. Fekvő 8-asba.
nagyon szépen dolgozik. Hát ezeknek nincsen hínár ízük, mert ugyanis a vízbe hínár az nincs. Még nád is alig van. Úgyhogy szinte ugyanazon táplálékon vannak, mint a pontyok. Javába szerintem majd beszórnak horgászok, azt a kukoricát, azt teszik. Gyönyörű szépen úszik. Ó, de szép. Ez nem kis jószág. Tudom közelebb húzni, mert 18-as zsinór, ráadásul nagyon pici horog, keszegező horog. Vagy úgy teljesen be van stresszelve. A lényeg, a másik botot kivettük, nem gubancolja össze, de már most kétszer-háromszor megpipáltattam. Bár az a múloknál nem számít a pipáltatás. Nagyon szép. Hoppá, szorul a fékem. A kartonpapír megadta magát. Most annyit húzta a féket, hogy szerintem bemelegedett a kartonpapír. Bugyó nagyon stresszel, azt mondja, hát mi lehet ez a nagy jószág. Fú, de izgul. Érzi, hogy fárad a halbogyó is. Szilsztár. 50 éves pecobot. Még gyerekkoromban vettem. Ebbe fogtam 25 kilós amúrt is. Ez fiúhal, fiúhal. Vékony. Olyan, mint a torpedó. Meg a farukúszója, testéhez képest egész nagy. És nem fárad ki. Csak úszik egyre jobban. Szépen dolgozik, nem kicsi jószág. Bogyókos stresszel. Minden horgásznak így kéne izgulni, mint bogyónak. Rezegne a stég. Tartom, amennyire lehet, de nem fárad. Egyre jobban úszik. 18-as zsinórra nem tudom annyira húzni, hogy fáradjon.
gyönyörű, szép. Na talán. Hoppá. Ez nem volt sikeres. Nem, még nem fáradt. Majdnem beleúszott pedig a merítőbe. Nem sok hülye volt, olyan szépen úszott felé. Majdnem szakított. Igen, a maximum volt a zsinór. Úgy jól mondja, hát ez nem igaz. Szeretem ezt a botot, mert kellően rugalmas, úgyhogy tudja kirohanásokat kezelni. Talán mégis olyan nagy. De hát a fiú halok ilyen vadok. A lány halak azok hamarabb megadják magukat. Csak húzza. És nem adja föl. Mondom, a második merítés az már sikeres lesz, mert addigra kifárad nagyon. Kutyú teljesen stresszes. Hát ezt meríteni kell. Ez leszakítja a horgot. Hogyha egy idétlenkedek a stégnél, ezt meg kell meríteni. Kisebbeket azt ott bevállalom, hogy kiakasztom a horgot. Nem adja föl. Na talán most meg tudjuk meríteni. Kaptam egy nagyon jó merítőt, és azt nem hoztam ki. Erről lehet, hogy csinálok fotót is, mielőtt visszaengedjük. Elég szépnek tűnik mégiscsak. Bogyó nagyon dühösre. Meddig úszik már ez a hal? Csinálunk fotót. Elég szép halacska. Egy sikeres merítés. Szeretnénk.
Hát nem adja fel. Van benne szufla, akárhogy is. Azt hittem már most föladja. Hát igen, mert hazamentünk, itt hagytam kint a kukoricát, azt megbüdösödött, úgyhogy abba letettem. Gondoltam, hogy amúr lesz. Amúrok nagyon szeretik a büdöset. Hát ez nem tudom hány percig fáraszul, de ez nem egy rövid fogás. Hát már nem tudom hányszor megpipáltattam és nem szédül meg. Nem tudom közelebb húzni. De már most már hanyat vágta magát, az már jó. Ha hanyat fordul, akkor már kifárad. Nagyon nagy a farok úszója. Hát ez egy izgalmas fárasztás, még nekem is, remélem a videót bekapcsoltam. Közben jön egy viharfelhő ottan. Egyszer jártam már, úgy fogtam egy 15 kilós amúrt, hogy marha egy viharba fárasztottam, szakadt az eső. Jobban járt volna, ha elvágtam volna a zsinort. És még húzza a féket. Bogyó meg be van stresszelve. Hát nem igaz, hogy nem tudjuk megmeríteni. Próbálom így. Szerencsére már nem megy el messzire, csak 8-asba úszik. Mondjuk a amúrok nem szoktak tuskóba bemenni, akkor van baj, hogyha elmennek a tuskó előtt, aztán úgy belakod a zsinór. Vigyázz, Bogya! Hát nem igaz, ez nem adja föl. Van benne szufla. Csak húzza, csak húzza. Hát ezt lefotózzuk.
adja, nem adja föl, nem adja föl. Azért már nem olyan vehemesen úszik. Hát nem tudom megmeríteni. Hát már nem tudom, hogy mennyi. 10-15 perce biztos fárasztom. Lehet, hogy több is. Már bugyó is teljesen be van indulva. Már csámcsog is azt mondja, ez finom lesz. Volna egy olyan 22-es zsinór, akkor közelebb merném húzni, de nyilván 18-asra nem. Dolgozik a bot nagyon pedig. Nagyon-nagyon. Na, csak a merítőhöz hozzányúlok már. Már elúszik. Nem lássa a merítőt, biztos, hogy lássa. Hát jó bírja. Már lassan kifogyok a sztorizgatásból, és ő még bírja. Közben jön fel a vihar. És nem adja fel. Kapcsolva a kamera, mert szokásom, hogy nem kapcsolom be. Múltkor is szép halat végig dumáztam, aztán be se volt kapcsolva a kamera. Este megkerestem, hogy hol a hal videóba. Hát igen, nekem nincsenek itt operatőrök. Sminkmester, csak bogyónak van. Meg szoktam fésülni, mielőtt videózunk. Hát ez nem igaz, nem tudom közelebb húzni, egyszerűen nem. Na talán, és még most sem. A vihar nagyon, remélem befejezzük, vagy elvágom a zsinort. Nem veszünk úgy, mint az öreg halász a tengerbe.
Bogyó az még mindig stresszel. Bogyó, kapsz egy nyugtatóst. Hát jobban izgul, mint 10 horgász, és még mindig húzza a féket. Mekkora szufla van benne. Még húzza a féket. Gyerekek, eszméletlen erő van ebben a halban. És még le tud menni az úszóval vízszín alá. Fenékre. Nem igaz. Gondolom, ezt a zsinort majd le kell vágni, ezt a 20 métert. Hát ezt meg fogom mérni, kíváncsi vagyok, hogy mekkora vagy az én szemem csal. Nekem nem tűnik nagynak, de hát eszméletlen erő van benne. Lehet, hogy ez csalóka. És megvan gyerekek, megvan, ilyen gyönyörű, szép. Hát ez szép, ezt erről csinálok fotót. Nagyon szép. Bogyó, milyen halat fogtunk bogyóban. Gyönyörű, szép amúr. Ez fiú amúr. Tessék! Amúr! Hát ilyen. 3,5 kilós csinálunk fel egy képet. Vigyázz, Bogyó, majdnem ráliptem a telefonra. Ilyen gyönyörűség. Hát ez lehet, hogy több is. Bogyó, nem szabad, ne szimatoljál itt, menjél, tóld el a biciklit, menjél, tóld el. Ilyen gyönyörű. Hú, de szép. Csinálok volna egy pár képet, aztán elengedjük. Kapás van. Úszóra. Közben benhagytam a kocsiba a csontkukacot. Azt ki is keltek, ott vannak, beöntöttem a vízbe a legyeket, szedik a küszök. Csak furcsáltam, olyan fekete színű az acskóba. Szép kis törpe. Jó az. Bogyó. Nem eszünk törpét, megszúrja az orrodat. Úgy. Hát most konzervkukoricát raktam rá, de szerintem visszatérek a kemény kukoricához. Olyan jó savanyúnak nézett ki. Akkor kemény kukorica. Tiszta medár van, jönnek-mennek a kis viharok. De a május első aranyat ér. Fagyasztott kukorica, még ezelőtt egy hónappal raktam az üvegbe. Fú, de jó savanykás, ilyen teljes savas. Ki
kíváncsi leszek, mit ad. Erre szoktak jönni az amúrok is. Most már nincs annyi pihe, úgyhogy kicsit úszózunk. Ott rabul a balin.